Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjétek meg, hogy 44. születésnapom tiszteletére bejelentsek egy örömhírt, ami számomra feltétlenül örömhír, és abban bízom, hogy számotokra is az lesz. Mától, tehát 2019. november 5-től elindítom hivatalos YouTube csatornámat, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy mostantól hétről hétre rendszeresen Különböző vlog tartalmakkal fogtok találkozni, hogyha követitek az oldalamat és feliratkoztok. A vlogok egyik típusában hétről hétre bemutatom saját magam és családom izgalmas életét, tehát olyan szituációkba engedek bepillantást, amiket ilyen mélységben eddig nem ismerhettetek. A másik típusban pedig mindenféle különleges kihívásokkal, meglepetésekkel, játékokkal, poénokkal, viccekkel és speciális tartalmakkal jelentkezem majd. Remélem, hogy ez érdekelni fog benneteket, és velünk tartotok. A vlogok főszereplői, természetesen a családom tagjai lesznek, és rajtam kívül azok a kedves kollégák, akikkel a filmforgatásokon, a színházban, a fórumszínház építése kapcsán lehet találkozni, vagy éppenséggel bemutathatom nektek azokat a kulisszatitkokat is, amikbe szintén ritkán tud beletekinteni az ember, már az, aki nem a televízióban vagy a filmes világban dolgozik. De nem csak ilyen tartalmakkal készülök, hanem mindenféle különleges meglepetéssel, amiben talán legfőbb segítségem ennek a vlog folyamnak az egyik szakértője, 12 éves fiam, Lóci lesz. Úgyhogy gyertek, tartsatok velem, tartsatok velünk, és segítsetek nekünk abban, hogy milyen tartalmakkal találkoznátok. Tehát írjátok meg bátran, hogy miket szeretnétek látni. Valamint van még egy kérésem sokat gondolkodtam azon, hogy mi lehetne a címe ennek a, ennek a YouTube csatornának, vagy ennek a műsorfolyamnak, ami mostantól hétről hétre rendszeresen jelentkezni fog. Először eszembe jutott, hogy mi lenne, ha az lenne a címe, hogy Kristóf kaladjai, vagy Kristófék kalandjai. Ez jó, nem? Nem, nem. Erre magam is rájöttem, hogy ez annyira azért, annyira azért nem kreatív. De lehetne mondjuk, lehetne mondjuk németék. De hát ennél is vannak jobb ötletek. Akkor eszembe jutott, hogy lehetne mondjuk hogy Nén Ázsia. Na, mit szóltok? De persze nem csak utazásokról fogunk beszámolni, és azért ez eléggé hasonlít valamire, ami már létezik. Hogyha van ennél jobb és kreatívabb ötletetek, akkor bátran írjátok meg. Hamarosan jelentkezem, most már azzal a címmel, amivel innentől minden héten többször találkozhattok ti is. Sziasztok!